Hogyan és milyen módon kerültél a pénzügyőrhöz? A pénzügyőrhöz 1971-ben kerültem, akkor, amikor a csapat megnyerte az NB2-es bajnokságot és feljutott az NB1-B-be, akkor megkerestek engem a pénzügyőr vezetői, Misovszki Zoltánnal az élen, és így kerültem ide a csapathoz, de a fiúkat már jó részüket ismertem, elsősorban a Fonyódi Ferit meg a Kisházi Tomit, mert nagyon sokszor játszottunk egymás ellen az IFI-be, meg a kölyökbe is, ahol aztán meg a különböző válogatottakban, és hát így kerültem az ő unszolásukra is, nem unszolásukra, átkérésükre, hová nagyon szívesen jöttem. Milyen poszton játszottál? Én baloldali középpályás voltam, és annak a nagyon, a szurkolók által is nagyon szeretett, és az edző által is nagyon díjazott Fonyódi Jaskó sashegyi középpályás sorba játszottam, amelyik a szurkolók állítása szerint is a pénzügyőr egyik legjobb középpályás sora volt. Idősebb szurkolók emlegetik az érintés nélküli szögleteket. Hát azok nagyon szép emlékek. Igen, imádtam a szögleteket érintés nélkül kapura csavarni. Néhány gól is született belőle, vagy pedig úgy rúgtam, olyan jól rúgtam, mert elég jó rúgótechnikám volt, ami a szabadrúgásokban is kiderült, hogy másnak sikerült gólt szerezni belőle. Akkor ugye még nem jegyezték a gólpasszokat, de Havasi Tomi sajnos, aki már nem él, igazán tudna róla mesélni, hogy hányszor lőtt gólt az én beadásaimban. A másik, amire nagyon büszke vagyok, azok az én szabadrúgásaim, amiket a mai napig is emlegetnek a szurkolók néhányan, akik még élnek vele itt, mert sajnos már nem van, a fiatal évjárataimat töltjük itt a csapatnál. Volt olyan, igen, hogy az ellenfelek nem örültek a 25 méteres körzeten belül szabadrúgás az út a pénzügyőr. Általában hogyan? Te gyakoroltad ezeket a dolgokat, vagy valaki mutatta általában, hogy jött ez a szöglettel kapcsolatban? Én gyerekkoromban úgy kezdődött ez a szabadrúgás és szöglet gyakorlásom, hogy én gyerekkoromban, amikor az Egyetértés csapatában játszottam, akkor kölyökjátékosként, akkor az Egyetértésben játszott egy Aspirány Gusztáv nevű úriember, akit én imádtam. Ő az újpesti Dózsa Aspirány Guszti bácsia volt, és akkor egymás mellett volt a két pálya, a felnőtteké és a többieké, az ifi meg az utánpótlás pálya, és amikor vége volt a mi edzésünknek, akkor mindig mondta, hogy gyere, adjál be nekem. És akkor leállítottam egy 15-20 labdát, és beívelgettem neki, és ő meg kapásokat rúgdosott, és ő mutatta meg nekem, hogy kell rúgni igazándiból, hogy ez veszélyes is legyen. Aztán amikor ugye, kezdtem nőni, felnőni, akkor bizony elég sokat gyakoroltam, mert például itt a pénzügyőr pályán is kivittem egy jó pár labdát, edzés előtt vagy edzés után ott maradtam, felakasztottam egy gátat a kapunak a sarkába, és elkezdtem rúgdosni, csavarni a labdákat oda, hogy az bemenjen, tehát kapus nélkül. Aztán volt olyan, hogy a Domján Lacit megkértem, vagy a Cseleszabolcsot, hogy maradjon kint velem, és akkor gyakoroltam, nagyon sokat gyakoroltam ezeket a lövéseket, minden fajtáját. Természetesen csak bal lábbal, mielőtt még bárki is azt mondaná, hogy jobb lábbal csak véletlenül rúgtam bele a hatába, mert tiszta bal lábas voltam. Az életem során talán egy vagy két gólt rúgtam véletlenül jobb lábbal, és véletlenül fejeltem egyet. Összesen hány gólt szereztél a pénzügyőrbe, és hány mérkőzés játszottál? A pénzügyőr, valamelyik összejövetelen néztük meg éppen, hogy összeírtuk, hogy ki az NB1-B-s csapatban ki hányszor játszott, és a Kisházi Tomi volt a legtöbb, és én meg a Straub Bandi játszottunk utána a legtöbbet. 193-szor játszottam az NB1-B-s csapatban. Tulajdonképpen mondhatom, csak akkor hiányoztam, amikor ki voltam állítva, mert olyan is előfordult, vagy pedig sérült voltam, de nem sok mérkőzésről hiányoztam a csapatból.
És hány gólt lőhettél? Van erről valami kimutatás? Hát, van kimutatás a könyvben, de most nem tudnám megmondani. Hát egy olyan szezononként egy olyan 8 gólt azért tudtam rúgni. De elsősorban én úgy tartottam, hogy én egy kiszolgáló játékos vagyok. Egyedül szabadrúgások szövetek. Tehát az összes többit azt én igyekeztem, mondom, Havasi Tomi volt, amikor gólkirály jelölt volt az egyik bajnokságban, akkor rengeteg gól pasztattam neki. Van egy olyan, hogy kedvenc gól, hogy melyik gólod a legkedvesebb számodra, ha egyet ki lehet választani? Hát, mondhatnák szögletgólt is, mondok persze. Egy szögletgólt. Többet is lehet, hogyha több kedvenc van. És mondok egy szabadrúgás gólt is, jó? Jó. Egyszer játszottunk Egerbe, és szögletből érintés nélkül rúgtam a Csank Janinak, aki hoppa. Szövetségi kapitány is volt, a gólt. Erről most írtak nekem Egerből, mert az én egyik unokám az egri csapatkapusa, mert oda jár iskolába, és az Eger megyei első osztályú csapatának a kapusa, és ott van egy úriember, aki kigyűjtötte ezeket a Eger pénzügyön mérkőzéseket, és írt nekem, hogy hát itt van egy mérkőzés, amikor a Csannak érítés nélkül rúgtam gólt. És volt egy szabadrúgás gól, mondjuk azt, hogy egy kedvenc lehetett, egy Dunaújváros elleni itt a Pasaréten egy olyan 25 méterről rúgtam. A felső lécet találva, lement a labda, fölment a labda, és úgy ment a gólvonal mögé, és aztán Süle Laci még bejebb segítette, hogy biztos, ami biztos, de volt nekem adták, úgyhogy. Meddig voltál a pénzügyőrben? A pénzügyőr csapatában játszottam, 5 évig voltam az NBB-ben, utána ugye kiestünk sajnos, az osztályozót elveszítettük, az is egy érdekes dolog volt, mert az osztályozón a Várpalota ellen játszottunk, és tehát egy úrra vezetett a Várpalota, volt egy 11-es, mert 11-eseket is többnyire én rúgtam. Berúgtam a 11-est, és utána a vége felé egy olyan 5-6 perccel volt egy szabadrugás, és a szabadrugásom a kapufáról a meglepett kapusnak a kezébe ment, és az ellentámadásból sajnos kaptunk egy gólt, és így aztán kiestünk. És aztán az NB3-as csapatban játszottam még, hát talán két szezont mondhatom, és akkor én innen elkerültem a pénzügyőrből, és aztán érdekes, hogy itt a budai rangadóként emlegetett kerület pénzügyőr mérkőzéseket elkerültem a kerületbe, mert volt ott egy edző, Besenyei Pista bácsinak hívták, és ő vele összefutottam egyszer a városba, és mondta, hogy Pista, gyere oda hozzánk, van ott egy csomó fiatal, nem kell neked semmit se csinálni, csak indítsd el őket, aztán majd ők lefutnak. És hát ez is egy érdekes dolog, mert együtt játszhattam a Szincsák Pista fiával, akikkel együtt játszottam a budapesti Spartakuszba valamikor. Tehát én a Szincsákokkal, akik mind a kettő az MTK-ba játszott, Pista és Laci, a Spartakusz csapatába játszottam velük együtt, és nyertem bajnokságot, és ott kaptam a tulajdonképpeni becenevet, a Svábot, amit egész pályafutásom során végigkísérték. Aztán, hogy a pályafutásom vége, az pedig úgy alakult, hogy sajnos már nincs az élők között egy Siklosi János nevű gyerekkori barát, labdarúgó, aki az Egyetértésben és az MTK-ban is játszott. Akkor azt találkoztunk és leültünk beszélgetni, és azt mondta nekem, gyere haza, fejezzük be mind a ketten itt Soroksáron. És akkor elmentem a soroksári Vose csapatába. Ott még bajnokságot nyertünk a Budapest első osztályba, de az osztályozott érdekes körülmények között, mondjuk úgy, hogy érdekes körülmények között elveszítettük a Nagybátony ellen, és a Nagybátony került a NB2-be. De térjünk még vissza a pénzügyőrhöz, amikor az NB1-be játszottatok komoly csapatok ellen, nagyobb városok csapatai voltak ott ugye. Van valami jó sztori, amit el tudnám mesélni, amit a nézők? Hát,
Én szerintem, és talán a fiúk többsége azt mondja, hogy a csapat csúcsa az a mérkőzés volt, ami Zalaegerszegen játszottunk. Ezt tudni kell, hogy a Zalaegerszeg csapatában védett Bolemányi Kancsi, aki a pénzügyőrben hosszú időn keresztül védett. Elmentünk Zalaegerszegre egy nappal előbb, és ő meglátogatott minket a szállodába, és hát ugye Süle Laci és a többieknek nagyon jó barátja volt, és akkor mondták neki, hogy hát Bolemányi Kacsi, ha lehet, akkor nem kell nagyon kitömni bennünket, mert azért mégiscsak így vagyunk meg amúgy. Azt mondta a Kacsi, máig él bennem, hát hiszen az első 20 percben egy 3-4-el megúszszátok, akkor jó. És akkor elkezdődött a mérkőzés, és hát azt tudni kell, hogy akkor abban a pillanatban az Zalaegerszeg állt az első helyen. És ha minket megver, akkor már bajnok lett volna. Már ki voltak készítve a babérkoszorúk a folyosón. Akkor még a pártállam volt, mondhatjuk nyugodtan így, mert pártbizottsági tagoktól kezdve, amit el tudsz kérdezni, mindenféle magasrangú úriember ki volt a mérkőzésen, hogy ünnepeljék a csapatot, és nyertünk 1-0-ra. Volt nekünk egy ilyen szöglet variációnk, jobb oldalról is, bal oldalról is. Ha jobb oldalról volt, akkor én lepasszoltam a Straubandinak, aki a 16-os vonalán helyezkedett el, és elindultam befelé. És a Bandi visszapasszolta nekem, és én kapura rúgtam. De általában kapura rúgtam. A másik oldalról ugyanez fordítva volt, és ez a dominózus szöglet rúgás a 7. percben volt, amikor Bandi lepasszolta nekem, én vissza neki, ő kapura rúgta. A kapusról kipattant a labda, és a 3 méterre álló Süle Laci meg beemelte. Ez a 7. percben volt, és attól a perctől kezdve a csapat úgy játszott, hát nagyképű lennék, hogyha azt mondanám, hogy Barcelona, de nyomozták a labdát. Tehát egyszerűen nem tudták a labdát jóformán elvenni tőlünk, leiskoláztuk őket. Én azt hiszem, amikor mi itt összejövünk, a fiúk, akkor mindenki talán azt fogja mondani, hogy ez volt a legkedvesebb meccse. Hát nem tudom, van-e még valami olyasmi, amit el szeretnék mondani így a pénzügyrel kapcsolatban, ami még... Hát irigylem ezeket a fiúkat, akik most játszanak, mert mi még azon a ragyogó földes pályán játszottunk, ahol volt egy kis eső, akkor bizony volt, hogy bokáig ért a sár. De valami oknál fogva ez nekünk mindig boldogságot jelentett. És én ugye megfordultam egy-két csapatban az életem során, de nekem a labdarúgás az a pénzügyöt jelenti. Tehát én felnőttem Soroksáron, befejeztem a labdarúgást Soroksáron, dolgoztam a BKV előrénél, ahol megbecsült munkatárs voltam, de nekem a labdarúgás az a pénzügyöt. És az életem legszebb évei voltak, amikor itt játszottam. És én nagyon büszke vagyok arra, hogy az én fiam itt a jelen pillanatban a Serdülő csapat edzője, az unokám is itt játszott a mostani szezonig, amikor is úgy gondolta, hogy váltani fog, mert nem érzi úgy, hogy esetleg a csapatba be tudna kerülni, ezért csapatot váltott, és elment az Ikarusba, amit én sajnálok, mert azért mégiscsak ez a család ide tartozik a pénzügyőrökhöz, és nem hiszem, hogy sok olyan van, hogy egy három generáció és egy egyesületnek a mondjuk úgy, hogy megbecsültatja, legalábbis kevés van, még országos szinten is talán. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és további jó egészséget, és nagyon sok pénzügyi győzelemben legyen még részünk közösen. Köszönöm szépen. Tényleg azt szeretném, hogyha minél több pénzügyi győzelem születne, és éppen az imént ugye találkoztunk az edzővel, akitől azt kértem, hogy a vasárnapi Kozárpistény elleni meccs a születésnapom tiszteletére igyekezzenek a fiúk egy győzelmet, mert megörvendeztetni engem. Mert ugye azt nem is mondtam, hogy vasárnap leszel 70 éves. Igen, most vasárnap március 6-án leszek 70 éves.
hát a fiúkkal a mai napon ünnepelünk, mert mindenkit megünnepelünk, akinek a születésnapja van. És mint te is láthattad, ez egy nagyon összetartó társaság, ami nem csak a pályán, hanem az asztal, a fehér asztalnál is nagyon összetartó. Köszönöm szépen akkor még egyszer. Köszönöm szépen.